Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület bázisán. Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, egy újabb megnyitóhoz. A néhány évvel ezelőtt átadott csónakház udvarán most két új hajót köszönhetünk, melyel csatlakozunk egy nemzeti mozgalomhoz, a bőgős hajók használóinak köréhez, és egy bőgős hajó pontot hozunk létre. Olyan túrákon használhatjuk majd ezeket a hajókat barátainkkal, más települések, vízisport kedvelőivel, amelyek akár nemzeteken keresztül is nyúlhatnak, hiszen szemben Karván testvértelepülésünknél is vannak hasonló hajók, amiket ugyanígy együtt tudunk majd használni, mint ahogy a régi hajóinkat, de mégis egy jóval erősebb kötelék fog minket kapcsolni egymáshoz. Szeretném megkérni Fekete Péter államtitkár urat, hogy ő is tartson egy rövid köszöntő beszédet, és utána pedig át fogjuk adni ezeket a hajókat a gyerekeknek. Tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, kedves fiatalok! Az Emberi Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága rendkívül fontosnak tartja, hogy a tradícióinkat ápoljuk, és az innovatív gondolatainkat azokra az örökségünkre, azokra az elődeink által kidolgozott értékekre építsük, amelyekre büszkék lehetünk. És itt, amikor lábatlan településen egy kis közösség beállt a sorba, és egy tradicionális vízi sporteszköznek, és annak az innovatív, megújított változatának a kötelékébe csatlakozik, akkor egy olyan pont érkezik a településre, amely összeköti a Dunán keresztül maroknyi olyan településsel és csapattal, akik ugyanezt a tradíciót ápolják. Tisztelt polgármester úr, büszke lehetsz arra, hogy a településen olyan fiatalok vannak, akik élve azzal a lehetőséggel, hogy dunaparti települések használják a természetnek ezen adottságát, de nyitottak arra, hogy az őseink által kitalált dolgoknak az értékét megbecsüljék és továbbvigyék. Körbenézünk a világban, és meg annyi újdonságot találunk. Látjuk, hogy máshol sárkányhajóba ülnek, csoportos hajókba ülnek, és nem is gondolunk arra, hogy nekünk magyaroknak, a mi őseinknek is volt már ehhez hasonló találmánya, hiszen a bőgős hajó az egy általában a magyarok által a... Tessék? Abszolút hungarikum, az őseink által kitalált közösségi vízi közlekedési eszköz. És amikor rátekintek, megtekintem ezt az igazi mesterművet, akkor láthatjuk, hogy a fából, ebből az ősi építő anyagból milyen csodálatos és míves eszközt lehet készíteni. Örömmel konstatálom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága által adott források jó helyre kerültek. Az a támogatás, amelyet a vízcsöppek mozgalomba, a bőgős hajópont kialakításnak a fejlesztésébe adtunk, az valóban jól valósult meg, és én azt kérem a fiataloktól, hogy vigyázzanak nagyon ezekre az eszközökre, használják, merjék elhívni a testvéreiket, a szüleiket, családdal is próbálják majd ki ezeket az eszközöket. Akkor a pillanatban, amikor megjön a jó idő, és amikor elmegy a pandémiás időszak, akkor használjuk jól őket. Elnök úr, biztos vagyok benne, hogy jó helyre került ez a két eszköz. Követve az Egyesületnek a tevékenységét, hiszem azt, hogy azok a felnövekvő fiatalok, akik itt a településen élnek, és a környéken élnek, azok megtanulják ezáltal a vízzel való, a környezettel való bánásmódot, a hatékony gazdálkodás és a környezetvédelmet. Szövetségünk az elmúlt 8 év alatt folyamatosan arra törekedett, hogy a magyarországi víztesteken, Magyarországon több mint 700 víz melletti település van, a víztesteken élő fiatalok minél közelebb kerüljenek a saját folyójukhoz, ezért is indítottuk el a különböző mozgalmainkat, többek között a vízcsöppek mozgalmat, illetve az Együtt a vízen mozgalmat. A vízcsöppek mozgalom keretében a Duna folyó mellett 136 településen szeretnénk elérni, hogy ugyanilyen
élhető legyen a településeknek a vízpart, és ugyanilyen csónakkal, családi csónakokkal lehessen evezni, ami teljes mértékben vízbiztonságot nyújt, illetve mindenki számára örömforrást adhat. Nagy köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy felkarolta kezdeményezésünket. Szeretnénk ezt a jövőben is folytatni, illetve most ezen alkalommal sok szeretettel szeretném meghívni lábatlan települést egy augusztusi vizitúrára, ugyanis a szemben lévő Karvával folyamatos kapcsolatunk van, és eddig már 9-szer leveszek a Leányfalura, és nagyon szeretnénk megkérni önöket, illetve titeket, hogy a 2021-es levezésen akkor egy ilyen testvéri levezésről lehessen szó, és vegyetek abban is részt. Ez egy kétnapos túra, és utána Leányfalun, ahol szintén már létesült egy ilyen bőgős hajópont, sok szeretettel vendégül látunk mindenkit. És ahogy államtitkár úr mondta, én, mint polgármester, nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Ilyen alkalmak lábatlan életében többször előfordul, hogy valamit átadunk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt a dunaparti fejlesztéseinkbe be tudjuk ezeket a dolgokat illeszteni. A Duna ezer év óta, vagy több ezer év óta itt folyik. A Duna nem szétválaszt, hanem összeköt, és szólnék a gyerekekhez, hogy valóban a Felvidékről, a többi településről, akik a Duna mellett élnek, ez egy nagyon fontos dolog, az összetartozás, amit jelképez ez a bőgős hajó, mert ahogy elmondták, hogy 10-14-en is beleférnek, tehát valóban egy-egy közösség beleülhet ebbe a hajóba, és ha a Duna partján még több ilyen közösség lesz, ahol be tudnak ülni ezekbe a hajókba, akkor egyszer-egyszer egy hatalmas nagy, jó kis összetartozó esemény végeredménye lehet. Köszönöm még egyszer, köszönöm a lehetőséget, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt lehetek köztetek.